Passzív ház áll a Pécsi Tudományegyetem műszaki és informatikai karán. Ennek az épületnek a második emeletén fogadta ma Kondor Tamás dékán helyettes, György László államtitkárt. A ház a németországi Wuppertalban június elején kezdődő Solar Decathlon elnevezésű, innovatív technológiákat felvonultató világversenyre készült. Ide utazik és viszi ki magával a házat az építő csapat, ahol egyedüli magyarként vesznek részt a nemzetközi mezőnyben. Az államtitkár a ház megtekintése, majd a köszöntő beszédek alkalmával is említette, hogy irigyli a hallgatókat, akik a programban dolgoznak. A Pécsi Tudományegyetem projektje, ez a Lungs of the City, vagy a Város Tüdejei projekt, ez egyedül képviseli Magyarországot, és bejutott a 18 leginnovatívabb épület közé ma a világban, és egyedül fogja Magyarországot képviselni Wuppertalban, Németországban, és 3 évig büszkén fog ez az épület ott állni Wuppertalban, és bárki megtekintheti, aki a világból meg akarja nézni, hogy melyek ma a világ leginnovatívabb, másoknak iránymutató épületei. Ez az, amiért szeretnék most egyetemista lenni, és szeretnék ennek a projektnek résztvevője lenni. A versenykiírás szerint a mérnök hallgató kreativitására és innovációs képességére építve olyan energiatudatos épületet kell tervezniük, amelynek létrehozásában egyetemi kutatói csoportok, valamint ipari szereplők is együttműködnek, és amelyek a jövő generáció számára is mintaotthonként szolgálnak. Ha egészséges környezetet sikerül építeni magunknak, az azt jelenti, hogy az egészségünk is jobb lesz. Az azt jelenti, hogy a gyerekeinknek is jobb lesz. Az azt jelenti, hogy egy olyan örökséget hagyunk itt majd a jövő generációinak, ami számukra már könnyebb lesz, ha tudatosan gondolkodnak és felfogják, hogy amit tettünk, azt miért tettük. A házat a verseny helyszínén 14 nap alatt kell megépíteniük valós méretekben az előépítés során létrehozott elemekből. Ez az előépítés zajlott le az elmúlt 6 nap során, mely idő alatt 30-40 hallgató és szakember dolgozott a műszaki kar erre a célra lezárt parkolójában. A ház szerkezetkész, több olyan elem van, ami majd Németországban kerül a helyére.